10 év után változik meg a helyi járatos buszok menetrendje Szekszárdon. Erről döntöttek a képviselők a legutóbbi közgyűlésen. Erre azért van szükség, mert a mostani szolgáltatás túl drága, és sok a kihasználatlan járat. A jövőben ezért távolsági kocsikat is bevonnak a szekszárdi tömegközlekedésbe. Ez azt jelenti, hogy helyi járatosként használhatják majd a városban élők, például a Tolnára, Szálkára vagy Bátaszékre tartó buszokat. Ezáltal egyébként a volánbusznak a becslése szerint egy évben a jelenlegi bevételen nem fedezett költség 50-52 millió forinttal csökkenne. Vagyis a megtakarítások a tervek szerint több 10 millió forintnyi megtakarítást hoznak évente Szekszárdnak, amire szükség is van, a rengeteg kihasználatlan járat miatt a költségvetést ugyanis évente ennek a sokszorosával terheli a mostani szolgáltatás. Nagyon nagy a mínusz, tehát nagyon nagy a mínusz. Most már évi 200 millió forint környékén van a mínusz, amit fizetnünk kell. A tervezés folyamatában a szekszárdiakat is bevonják. Első körben még 2 hétig várják a helyiek javaslatait a módosításokkal kapcsolatban. Megszabtunk egy határidőt a július 10, akkor elmondhatja mindenki a kifogását, észrevételét, és utána a volán ígéretet tett, hogy a felmerült észrevételek figyelembe vételével módosíthatja. A cél, hogy az új korszerűsített menetrend már a szeptemberi iskolakezdés előtt néhány nappal hatályba lépjen Szekszárdon.